Köszöntöm a Space Bridge nézőit! Bizony jó ideje annak, hogy utoljára bemutattam nektek Shattered glass figurát, de őszintén szólva nem nagyon tudtam beütemezni, viszont most, hogy eljutottunk a G1-es képregényben Jetfirehez, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy bemutassam nektek Röptűz gonosz verzióját, hát nézzük is a dobozát! Nos, akkor itt is lenne a Shattered Glass Jetfire-nek a doboza, ami hát egy jó nagy, egy nagy, nagy doboz, de hát ez nem csoda, a figura is nagy. A dizájn szokásos, tehát uh, nekem nagyon-nagyon tetszik ezeknek a kialakítása, jó ez a színvilág, ez a lilás, rózsaszínes Shattered Glass felirat rajta, ugye uh, széttörve, ahogy az autóbot szimbólum is szét van rajta törve. És ugye Jetfire-ről egy kép, itt a oldalán az arcáról egy közeli, a karakter neve, plusz 8, Hasbro, Oldalról pedig ezt mutatja nekünk a doboz, ami szintén az a kép, amit az előbb láttunk, csak már ugye teljes test alakba és közelebbről. És ugye itt egy Transformers, egy Autobot-jel generáció felirat. Hátulról pedig ezt mutatja nekünk a figuráról egy kép, hát itt ugye egy 36 lépésbe átalakítható, ez már ugye maga a figuráról kép, nem animált kép. Itt látható neki a sima mód páncélzat nélkül, illetve a robot mód páncélzat nélkül. Itt mutatja, hogy páncélzattal mit mutat nekünk, és akkor ugye a űrhajó vagy űrhajó vagy, vagy repülő mód. Hát ezt mindenki döntse el maga. Igazából itt is chapter felirat, egy kis figyelmeztetés az alján. És a másik oldalt pedig ez a kép, amit már az előbb láttunk a másik oldalán is lényegében. Itt egy törött álcajelet látunk. Na most ugye itt fölmerül az a dolog, hogy itt egy törött álcajel, a másik oldalán pedig itt egy törött autóbottyel, itt megint egy törött álcajel, és itt pedig alul megint csak a törött autóbottyel. Hát ugye ez a rögtűznek a frakcióváltására utal gyakorlatilag, illetve ugye megnézitek, itt egy jel van rajta, még talán a másik oldalt pedig, nem, ott is az álcajel van rajta. Tehát igazából a frakcióváltására utal, alulról ezt mutatja nekünk a doboz, fölülről pedig ezt mutatja. Jó. Ennyit a dobozról, a belsejében még itt volt nekünk akkor a szokásos átalakítási útmutató, ami szintén gigászi nagy, tehát azt mondom nektek, hogy hát ekkorát nem nagyon szoktak adni egyik robothossal, de itt egy kis humánhoz képest, így mutatom nektek, hogy, hogy egy ekkor átalakítási útmutató. Igazából maga a robot átalakítása viszonylag könnyen megtanulható, de ettől függetlenül örülök, hogy egy ilyen részletgazdag átalakítási útmutatót adtak nekünk hozzá. Mert, mert klassz, klassz, tehát ebből jól át lehet alakítani a figurát. És akkor benne volt még nekünk ez a hátlapkarton, ami akár be lehet rakni a figura mögé a dekorációnak hogyha valakinek erre van gusztusa, ehhez van kedve. És természetesen a műanyag, ami azért felelős, hogy ne lötyögjön, zörögjön nekünk a figura a dobozba. És a figyelmeztetések, ugye, hogy ne együk, ne együk meg, mit csináljunk vele. Fulladás veszélyre fölhívít a figyelmet. Három évkor alatt gyerekek. Nem. És a házrólnak az elérhetőségei. Nos, ennyit a csomagolásról, és akkor nyissuk is az űrhidat. És itt is van Jetfire a Shattered Glass világából, és persze tudom, tudom, oké, ez a Siege Jetfire átfényezve, csak egy új festés, de őszintén barom jól neki ez a fényezés, és valami hihetetlenül klasszul néz ki ez az alt mód is. Hát vizsgáljuk is meg közelebbről, nézzük is meg akkor alaposabban. Nos, akkor szerintem hát ez a figura már a Masterpiece kategóriába tartozhatna szinte. Hát lehet, hogy a videó végére ti is így fogjátok gondolni. Kezdjük azzal, hogy milyen jól gurul. Tehát attól függően, hogy milyen nagy, és milyen kis pici kerekei vannak, milyen kis olyan leszálló kerekei vannak nekem vagy landing gear, hogyha úgy jobban tetszik. Nagyon-nagyon jól gurul, és a korábbi videómban kifejtettem, hogy a repülőknél ez ritka. Tehát a, azok a transformerek, azok az alapváltók, amik repülővé változnak, általában csak ilyen dísznek van rajtuk a leszálló kerék, de a funkciót nem töltik be, de ennél a figuránál valóban betölti a szerepét ez a, ezek a leszálló kerekek. De még mielőtt jobban belemerülnék így a vizsgálódásba, öö, leveszem róla a fegyvereket, és úgy talán könnyebb, talán jobb megnézni őt fegyverek effektek nélkül először. Emlékszem, amikor a siege be megláttam először Jetfire-t, akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez nagyon-nagyon jól sikerült, a figurára szintén ez igaz. Öö, nagyon jó tisztelgés a G1 mert nagyon hozza azt a külsőt. Hát ez ennél is megvan, csak ugye Shattered glass fényezésbe. Tehát a hátulján megtalálható neki ez a <coughs> utasszállító rész ami hát igazából a, jetpack, a a hátizsákja, a backpackja, hogyha úgy tetszik, de ugye ebbe a módba egyfajta plusz hajtóművet is ad a karakternek, illetve utasszállító szerepe is van neki. A fő színe ugye, hogy a fényezésre rátérjek nektek, az a fekete, ami néhány helyen ilyen kicsit mattabb, valahol egy picit sötétebb, de nagy színátérés nincsen benne de amúgy ugye a lila szín is eléggé dominál itt a hátuljánál, és klasszak ezek a neonzöld betétek benne, ugye a pilóta fülkének is a üvege, ha úgy tetszik, az is neonzöld festést kapott, ugye a lila autobot szimbólum, ezek a fekete légbeömlők mondjuk kaphattak volna egy kis ezüstöt, de itt például megkapta az ezüstöt, meg ezen a részen is, talán a robot módban ez így jobban mutat így feketén nekünk, Hát összesen itt hátul kettő nagy főhajtómű van. Ez a kettő, lehet, hogy ezt is annak tudhatjuk be, ezt így igazából nem tudom. Alulról megnézve a figurát, nem rossz, nem rossz, de nem az a tipikus repülő hatást kelti. talán, hát ezt, ezt, ezt így elég nehéz a kamerába beállítani nektek, hogy megmutassam rendben a, rendesen alulról, de majd így részleteiben. Tehát van nekünk akkor három, dalab, három darab leszálló kerekünk, ugye amik becsukhatóak, teljes mértékben a gép aljába elhajtató. Itt az alsó részen ez így jól látszik, és kinyitható. Ez mindenképpen klassz, hogy be is lehet csukni, illetve az, hogy a funkcióját is ellátja. Akkor elől van nekünk ö, egy leszálló kerék, amit szintén be lehet csukni, és szintén a funkciót is tökéletesen ellátja. Kinyitni, megfelelő szögbe kell tartani, és akkor nem nehéz meg egy kis köröm sárt hozzá. Na. így. Aha. És hát ugye a maga a figurának egy pillanat. Annyira részlet gazdag lett a kidolgozottsága, tehát annyira klassz, hogy közelről megnézitek, és egy félelmetesen szép neki így a mintázata mindenhol, aprólékosan. Tehát tényleg, mint egy ilyen MP figuránál. Hát itt az alsó része, ami árulkodik arról, hogy ő azért egy robot, és a maga figurán 9 darab effekt rögzítési pont van. Hopp, ez a fegyver itt maradt. Tehát 9 darab ö, rögzítési pont van, ahova effektet, illetve fegyverzetet tudunk felrakni, de talán még lehet, hogy van az több is. Minden ide a szárnyakra is lehet fölpakolni a fegyverzetet, illetve ide is föl lehet pakolni a fegyverzetet ö, itt oldalta, amiből később a lába lesz a gép farkánál. Ide is föl lehet pakolni a fegyverzetet, ide szintén lehet, van, lehet rögzíteni, és hátulra pedig ide föl lehet rakni a fegyvert, és ugye az effekteket ide a hátuljára. Most igazából ez nem egy nagy dolog abból a szempontból, hogy nagyon sok figurának, főleg ugye már a elkezdték a siege vannak effekt és fegyver rögzítési bontjuk gazdagon. Viszont ennél van olyan is, hogy szállítóportok. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, tehát tényleg használható, összesen négy darab ilyen szállítóport van, amit ha így kinyitunk és becsukom a kezét, akkor láthatjátok, hogy ez a kettő is az maga, amire ténylegesen föl lehet pakolni akár kisebb alakváltókat, így. így. És akkor Jetfire tudja vinni a csatába ez mekkora, hogy már erre is gondoltak, tehát tényleg szóval, hogy oké, okay, nem lehet beleültetni, de gyakorlatilag föl lehet rá rakni egy kisebb alakváltót, illetve egy nagyobbat, akár optimus is, hogyha szeretnénk, föl lehetne rá rakni, igazából aminek ez a tenyérjük mérete. És még továbbá, ugye mondtam, hogy négy darabban, itt van elő ez a kettő darab, itt alulról, hogyha ezt így kihajtjuk, ki tudjuk tolni, és további kettőt lehet, amit, hogyha úgy tartja kedvünk, akkor így kifele is fordíthatunk vagy így lefele is fordíthatunk, és, és erre is tökéletesen rá lehet rakni egy alakváltót is tudja szállítani a gép. Tehát összesen négy alakváltót tud így elvinni magával. Hát ez egy diorámába beállítva esetlegesen uh, szerintem nagyon jól tud mutatni, hogyha rászánjuk az időt és tényleg damillal fölkötözzük egy magasabb pontra, akkor nagyon-nagyon klassz tud lenni. Jó, azt mondja, hogy szerintem megnéztük már a hátulját, elejét, alját hát még talán esetleg a pilóta fülkére térjünk rá egy részletesebben. Mert hogy pilótát is lehet rakni a gépbe. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, tehát ez nagyon igényesnek tartom, hogy hát jó, kicsit így le kell a gépnek az órát, és kinyitjuk magát a kabint. Tehát így lehet rendesen nyitni a kabinját neki. És akkor gyakorlatilag ez a fekete rész, amit benne van, egy kitöltse, ez eltávolítható. Hát kisebb-nagyobb sikerrel szokott ez történni, megmondom nektek őszintén, hogy egy ilyen körömjáték, egy ilyen csipes segítsége, vagy ha egy kicsit így a gravitációt is bevetjük, akkor sikerülhet. És ez, ez az a panel, ami a piróta fülkébe volt így közelről megmutatva, nagyon jól néz ki, igényesen kidolgozott, akármi is legyen, itt van rajta egy csatlakozási pont, tehát, ha akarunk, még effektet is tudunk rá rögzíteni. Pontosan nem tudom, mi a célja neki, akár lehetne ilyen katapultáló kabin is. De a lényeg az, hogy ha van nekünk ilyen fejmesterünk, vagy Powermasterünk, vagy ami Hasbro-s, az elméletileg ide nekünk tökéletesen be tud passzolni. És még a lábát is be lehet illeszteni. Így. És kész és tök király, ott ül benne krompáciának a feje, integet, hogy úúú, tehát teljesen szerintem nagyon-nagyon el van találva, hogyha ehhez van kedvünk, akkor ezt is meg tudjuk csinálni. Hát, de hát igazából ez csak egy lehetőség. Ezt már nektek kell ki hogy mennyire használjátok ki. Sőt, gyakorlatilag teljesen vissza lehet rakni, úgyhogy nem lötyög, nem mozog ez a rész. Jó, ö, további kettő pilótát még ide is be lehet rakni, hát kettő utast is, azt majd az átalakítás közben fogom nektek megmutatni, mert egy kicsit... Hát egy kicsit szét kell szedni hozzá a gépet, és akkor ha már elkezdtük szétszedni, akkor miért is ne, akkor már alakítsuk úgy át. Akkor itt azt a leszálló kereket egy kicsit megint kihajtom. Mégse a gép az órán csúszkálgasson össze-vissza. És akkor nézzük a fegyverzetet. Na most, illetve még előtte az effekteket megmutatom. Hát ezek nagyjából ismerősek lehetnek ezek az effektek. Ugye legalábbis főleg ez a része, mert ezt elég gyakran használom. Ugye a kedvenc már már kabalámá vált kis mutogató ugyanaz csak lényegében kékbe. Ugye az effektek azok teljes mértékben, jelgás teljes mértékben, de három részre szedhetőek. Tehát összesen hat darab effektet kaptunk hozzá, amit lehet különbözőképpen felrakni a gépre. Ugye ha akarjuk, akkor egy helyre felpakolva, vagy hogyha mondjuk már lövést akarunk majd szimulálni vele robotként, akkor több helyre szétoszva. Ezzel lehet olyan, mint adott lövést, mint kapott lövést. És ide teljesen jól passzolnak a hajtóműhöz. Nekem nagyon tetszik kimondottan ez, hogy nem egy sárga effektet adtak hozzá, hanem ezt a kék tüzet. Amúgy talán ez a kedvenc effekt hajtám a, azok amit a figurákhoz szoktak adni. És tényleg jól, jól, jól mutat vele, jól néz ki. Na, rátérve a fegyverzetre, ugye hát gyakorlatilag van Jetfire nekünk egyszer így. Van akkor ez a Sword Kit, amit a interneten találtam hozzá, ugye a videó címéből kiderült az is, hogy ezt is bemutatom nektek hozzá. Ez furcsa, hogy nem adták egyébként a figurához gyárilag, nem adták egy ilyen kardot. Hát igazából a siege sokat használta, és ezt ha esetleg mondjuk van kettő, az még jobban lehetne. De ide ez az alsó szányhoz, ha az ember fölrögzíti, akkor jármű módba szinte nem is látszik. És a gyári fegyverzetére rátérve, pedig van még ez a kis segédhajó neki, ami így gyakorlatilag Jetfire i magához tudja hívni ezt a páncélzatát, hogyha esetlegesen úgy van, hogy nincs nála, és egy már-már egy ilyen kis űrhajó formájába utána tud jönni, és az előbb látott módon ide föl is lehet a tetejére szerelni. Ugye így. Vagy ha arra ahhoz van kedvünk, akkor hát szinte teljesen szétszedhetjük. Igazából azért mondom azt, hogy szinte, mert teljesen szét lehet szedni, csak akkor a magát, a melkaspáncélt, mert ez lesz a melkaspáncél neki, azt már nem tudjuk rárakni, ha kiszedjük a fegyverzetet. De ha mondjuk úgy van kedvünk, ezeket innen levesszük. És akár fölrakhatjuk a szárnyakra is alulra. Ugye most a kardot eltávolítom innen. És azt mondja, hogy. Uh -huh. Egy pillanat. És akkor ezeket a fegyvereket ide a szárnyára alulra felszerelhetjük. ezeknek a rögzítő pontoknak a segítségére. Bár nekem úgy tetszik a legjobban, megmondom őszintén, hogy az egész egy pakba fönn van a hátán. De miután ennyi fegyvere van neki, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet variálni, nagyon sokféleképpen föl tudjuk őket rakni. Csak az ilyen nagyméretű figurákat, megmondom nektek őszintén, nem jó forgatni. Tehát így videót csinálni nem a legjobb róluk, mert, mert megdolgoztatja az embert elég alaposan. Hát mondjuk így. Hát az a fegyverzet pluszba, de még ezeket is föl lehet egyébként ide rakni a lábára. És akkor tényleg variációk tömkelege van, de én úgy gondolom, hogy már eleget vizsgáltuk neki ezt a módját talán. Szerintem nézzük meg, hasonlítsuk őt össze más figurákkal. Kezdeném akkor nektek a kedvenc Jetfire figurámmal. Ugye korábbi videómból már ismerhetitek, illetve összehasonlítottam őt a Generation Jetfire-rel is. Hát ők így néznek ki együtt. Hát ez, 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 ez igen, tehát ez már, már ez egy, egy ilyen iszonyat romboló hajó hozzá képest. Hát így űrhajóként is és robotként is lényegesen nagyobb nála, akkor jöjjön a Generation Jetfire. Hát azért itt is, itt is látszik a méret különbség, hogy ez lényegesebben nagyobb, mint ő. De hát ez a klasszikus Jetfire-t idézi vonalaiba, ugye ez meg már egy kicsit modellebb, meg hogy a fényezés az egyértelmű, hogy a Akkor nézzük őt meg esetlegesen, ha már szóba került a Shabta a csapatával. Azaz Optimus Prime-mal. itt azért már láthatjátok, ugye, hogy a siege vagyis a, hogyha megvan nektek is a earthrise Optimus Prime, vagy a Kingdomos akkor egy mekkora hozzá képest. Vagy ha esetleg ő megvan, hát akkor meg az a legjobb. Az a legjobb. Illetve Ratchet, Uh, blur. És akkor itt lenne nekünk még gold bag, és jelen pillanatban ez a teljes Shattered Glass kollekció, aztán nem sokára ez már változni fog, ugye azt hiszem a következő az Ultra Magnus lesz, amivel bővül ez a csapat. Hát sajnos az álcák, ugye Megatronik hátrányban vannak, mert ott nem, nem nagyon bővül a csapat, pedig hát ott is lenne itt mit kiadni, nagyon-nagyon örülnék annak a fejkendő Sandwave-nak, tehát az úgy úgy már várom, hogy azt is kiadják. De akkor, hogyha már szóba kerültek Megatronék, akkor itt is lenne a Shattered glass Megatron, és a, hát ugye a legjobb barátja a Shattered Glass-os Starscream, akiből később... Na mindig a sztorit azt majd a végén, tehát ők így mutatnak együtt, ugye, hogyha esetleg megvan a siege a Starscream, akkor tudjátok hozzá viszonyítani, hogy mit mutat, hogy mutat de hát ő is lényegesebben mindenkinél nagyobb, tehát ő, ő tényleg ez a overpower, ez a végső fegyver, a Optimusnak a, a, abszolút pusztítója, tehát ez, ez, ez nagyra és turvára sikerült ez a figura. De ennyit az összehasonlításról, ideje, hogy megkezdjük az átalakítást, <kül> amit azzal kezdünk, hogy a legtöbb esetben leszedjük róla, ami leszedhető, hát ebben az esetben ezt a kis hajót, amit a hátulján hordozom, a fegyvereit, a páncélzatát, ami a fegy fegyvere és a páncélzat alkotja ezt a hajót lényegében. Egyszer, és magát a kardot, ami ugye hivatalosan nincs rajta, amit én csak így fantáziában ráraktam. Ennél már egyébként létezik egy ö, jobb verzió szerintem ebből a kardból. A lényeg az, hogy annak van még itt egy csatlakozási pont, ö, az jobban beépíthető. Talán is annak fekete színű ez a része még. De egyébként ez is nagyon szépen meg van csinálva, mint mintázatra, mint anyagra is jól sikerült. És leszedjük még róla az effekteket is, hátulról. Más leszedni való elméletileg nem maradt. Az átalakításában egyébként ami meglepő, hogy amilyen nagy a figura és amilyen részlet gazdag, ettől függetlenül nem bonyolult az átalakítása. Tehát ez mindenképpen egy, egy pozitív dolog, hogy gyorsan viszonylag át lehet alakítani a figurát. Ha leszettünk róla minden fegyvert, akkor szerintem hajtsuk be a leszálló kerekeket. Ugye mind a hármat. És akkor jöhet a következő lépésként nekünk mondjuk az, hogy a szárnyain, ez igazából nem kéne ezzel kezdeni, de én azt mondom, hogy ezeket a legjobb először így behajtani, letudni, és akkor onnantól kezdve ezek már nincsenek törés veszélybe. Kicsit -kicsi, kisebbé tesszük a szárnyat azzal, hogy innen itt ezt mutatom nektek. Itt így kiakasszuk, behajtjuk alulra, ezt is behajtom. Jó, hogyha ez megvan, akkor a lábait fogjuk legelőször felszabadítani, mégpedig úgy, hogy erről a részről le kell választanunk a hajtómű hátulját, mind a kettő esetében, egy kis mozgatással. Így, mozgatjuk, mozgatjuk. Több. Csak jó nehezen akar szétjönni, de ha már szétjött, akkor meg is van. Jó, tehát ezt kellett volna elérni, hogy nem ennyire, csak így, ennyire kijött. És igazából, amit látjátok, ez volt ide becsatlakozva, ez a rögzítő kiállás ide hátra. Másik oldalt, ezt megismétlem, de előtte már akkor, viszont ezt a lábát be is fejezem annyira, hogy uh, itt oldalt, nem, még ez volt, ami be volt takadva nekünk, itt van egy ilyen kiállás, itt van a fogadó, ez lejjebb is megtalálható, és ide így, behajtom neki. Így volt, és így tökéletesen illeszkedik. Ezután pedig ezt, ami a hajtóműből itt maradt, behajtom neki a vádliába, ami pedig itt volt neki a rögzítő kiállás, itt pedig a fogadó, és itt szépen ide így, egy dupla hajtásos van rajta. És ha megfelelő szögbe a zsanért, és akkor így be is kattan. Jó, ezt a másik oldalt megismétlem. Megpróbálom úgy finomabban, csak tényleg így oldalról is ki kell akasztani. Kicsit így kifele és hátrafele. Most szebben sikerült a dolog. Ugye innen leakasztottuk. És ez a helyére is ment. Így és be a vádliba, oda, kell a hajtómű. Na, hogyha ez megvan, akkor a figurának érdemes kihajtani a talpait, amit így egyik, és a másik. Itt pedig megismétlem. Na, innentől kezdve már jobb lesz az élet, legalábbis az átalakításnak az a része megvan, hogy már megálljon a figura a lábán. Még így űrhajóként is, és ennek így örülök, mert egyébként fárasztom a fárasztó figurát így kézben tartva, úgyhogy nem tesszük le átalakítani. Most pedig erre a részre fogunk koncentrálni, csak annyi még előtte, hogy megmutatom nektek, hogyha ezt itt így kihúzom, itt megakasztottam az ujjamat, és itt, akkor kinyílik ez a backpack, és itt van a kettő kis fejmesternek, vagy, target, vagy Power Masternek a hely, Ahova egy be is lehet őket ültetni utasnak. Csak legyen elég kis kezünk hozzá. Na, mint látjátok, kettő hely is van és akkor ezt így vissza tudjuk zárni. És ez nagyon király, csak ami rossz, hogy ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy repülőmódban van teljesen, tehát a lábait onnan ki kell játszani először és csak utána lehet. Itt egy, meg itt egy, és meg itt is szépen meg van csinálva a középső konzol rész, itt a felsője, jól ki van alakítva. Esetleg ez az üveg még itt ez így rugózik, ennek ez a szerepe, hogy ezt ilyenkor így előrehajtom, és itt van. Jó, akkor ha ez megvan, igazából már nyugodtan ezeket a szárnyakat fölhajthatjuk a helyére, így, valahogy és be is kattant, a másik oldalt pedig megismételni. És hogy ne álljanak ki annyira, most csak egyszerűen lehajtom őket, annyi, hogy itt van a szárnyan egy fogadójuk, itt pedig egy csatlakozó kiállás, és ezt így egy dupla hajtásos eleme van rajta, így ide beakasztom. Most ilyenkor van még itt ez a hajtható, uh, hát markolat rész, vagy csatlakozási pont. Ezt ide teljesen lecsukhatom, ezt a kis lidát, de igazából ennek így lesz szerepe későbbiek folyamán, úgyhogy én úgy is hagyom. Másik oldalt megismételni. És már majdnem meg is vagyunk vele. Jó, akkor jöhet az, hogy a kezeit kiszabadítani, amik ide vannak belerejtve. És lényegében itt ezt az oldalsó panelt innen így fölhajtom. És elfordítom egy kicsit, másik oldalt ezt megismétlem, fölhajt, elfordít, és most már ki tudom innen húzni a kezeit, hogy kifele húzom magam felé, majd oldalra lefordítom, és úgy, hogy ide kiakadjon. Tehát teljesen oda kiakadjon, ezt megint kihúzom, így, és ide lefordítom, és hogy maga ez a. Racsni dolgozzon amennyire kell. Jó, akkor most jön a melkosa neki, mielőtt még befejezném a kezeket, ami lényegében annyi, hogy ö, először a repülőgépnek itt az ormodulját, repülőgép órát, hogy tetszik, lehajtom, ugye ez is egy dupla hajtás, tehát így, és utána pedig ide lehajtottam. Így már olyan, mint valami titán, ha benne ülne az ember. És előugrik a feje, illetve mi, mielőtt még teljesen lehajtanám, ide helyezem előre ezt a két panelt. És... Még nem zárom be teljesen ezt a melkas részt, mert előtte érdemes most helyre rakni neki a vállát, ami ugye mondtam, hogy teljesen ki kellett feszíteni, és most pedig így beakad. Itt található egy kiálló él, itt pedig a fogadó része neki. És akkor most lehet a figurának a melkas páncél, vagy paneljait helyre hogy vagy helyrehajtani. Ami így történik. Egy kicsit el kell húzni ezt is oldalra, és helyre lehet játszani. De még nem vagyunk kész, bár már előbukkant a figurának a feje, de szerencsére most már csak a kezek vannak hátra kihajtam itt a könyöklénél ezt a mozgatható kis panelt. Másik oldalt ezt megismétlem. Elfordítom a kezét, hogy viszonylag normálisan álljon, illetve még előtte itt az öklét kell kihajtanom. És teljesen, tehát így teljesen kihajtva, behajtani ezt a részt, és itt található alul egy ilyen szürke kiállás, ami ebbe a lyukba csatlakozik bele, ahova egyébként ugye effektet is tehetünk így, tehát mint hogy ha, ha ilyen lángszóró kezet akarunk neki csinálni, akkor megoldható. Ne nézzük a sajátjával. Egy, valahogy. Hát lehet neki ilyen lángszóró kezet is csinálni. Ezt becsukom, öklét elfordítom, illetve nem fordítom még el, mert maga itt könnyékbe kell vele egy olyat csinálni, hogy itt kiakasszuk, itt volt egyébként egy ilyen kis él, ahova beakadt neki. És ilyen dupla hajtásos, racsnis ízülete van neki, ami klassz, csak kicsit izmos. Jó, másik oldalt ezt megismételni, öklöt kihajtani, teljesen ezt becsukni, visszahajtani, könnyen behajlik, így. Így valahogy. És lényegében kész is, hát itt áll előttünk, röptűz robotmódban. Pontosabban ugye a Shattered Glasses robot, robot robotmódban, és, és nagyon baromi durván néz ki, és ezt még lehet fokozni azzal, hogy rápakoljuk a fegyvert, a páncélzatot, no meg a kiteket, de tényleg tehát egy nagyon nagy, egy nagyon robosztus figura. Mindjárt meg is nézzük őt a fegyvereivel, de előtte vizsgáljuk meg így közelebbről, nézzük meg alaposabban. Feje szerintem nagyon rendben van. Igazából uh, ugyanez a feje van a szígyesnek is, csak tényleg ugye más a fényezés, de maga ez a fekete, ez a vörös szemekkel, ez az színű arc, én nem róla, hogy ő, ő gonosz, tehát minden további nélkül. És nagyon tetszik ez a kis neonzöld betét itt a homlokánál jól el lett találva, teljesen körbe lett fordítani a fejét. Egyébként javaslom, hogy ha átalakítjátok ezt, hogy a Sage-est tűrhajóvá, gyárilag így van elvileg, de érdemes megfordítani a fejét, mert akkor semennyire nem látszik az arca, a kis ablabaj teljesen becsukódik. Az előtti lehet, hogy nem betétek észre, de az űrhajóként látszott az arcának az alsó fele, így a kabin mögött. Nos, ö, tehát a feje nagyon rendben van. Igazából ez a G1-es Jetfire fejre emlékeztet. Abszolút klasszak ezek a titán szürke kis betét részek benne nagyon kimondottan tetszenek. Több helyen is megtalálható a robotnak. Ugye itt a torzójánál is, vagy a melkasánál, hogyha úgy tetszik, itt is van neki ilyen kis titán szürke rész. És ami ennek a figurában annó nagyon-nagyon megfogott, lehet, hogy egy kicsit előre ugrok, de hogy az Autobot szimbólumot, ha megnyomjuk így befele, akkor el lehet fordítani. Ugye ez ugyanígy van a szégyesnél is. És át tud fordulni van vagy álca szimbólumra, hogyha úgy jobban tetszik. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, tehát nagyon tudom értékelni az ilyet. Ez igényes, aprólékos, nem zavaró, nem lötyög, ahogy tetszik nekünk. Tehát rendben van. Maga a Jetfire karaktere egyébként egy kicsit olyan ebben, mint egy, 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 lovak, tehát egy, egy, nem tudom, egy vasember páncélra hasonlító gömbölyű részek, tehát nincsenek sehol fölösleges kiálló dolgok, maximálisan elégedett vagyok vele. Nagyon sok ilyen kisebb effekt csatlakozási pont van rajta, amivel, hogyha akarjuk, akkor tényleg díszíthetjük úgy, mint hogyha találat érné a figurát. De szoktak ezek zavarni, megmondom őszintén ezek a pontok, de most ebben az esetben azt mondom, hogy nem. Tehát itt most nem zavaróak, mert, mert maga Jetfire-nek nagyon sok helyen vannak a testén ilyen kisebb kiállások, ilyen kitüremkedések, úgyhogy tényleg elveszik rajta. Elveszik rajta. Tehát egy, egy versenyautónál zavaró tud ez lenni szerintem, de ebben az esetben most nem. Itt most ez nem zavaró, és tényleg gazdagon több pont van rajta, csak nézzétek meg így a felső testén, mint amennyi effektet hat, adtak hozzá, mert még a, a lábain is van neki egy-két apróbb. De megint előre szaladtam egy kicsikét, fejezzük be azért hogy a karakternek a külsőnek a vizsgálását. Tehát, hogy mondtam nektek, nagyon szép, nagyon fekete, a lila betétek jól állnak neki, maga a zöld rész szerintem szintén jó párosítás, és ez a, ami a hátul látható, hogy például a vádlián, ez a titán rész, ez kimondottan nagyon-nagyon tetszik. Nagyon el lett találva, a backpackje az egyértelműen a G1-es jetfire tehát arra emlékezteti az embert. Ezek a kis fölhajtó részek, jó, rendben vannak, megkönnyítik egyébként a karoknak a kihúzását. Szerintem még ezek is illenek a karakterhez. És mozgathatóság szempontjából pedig egyébként egy csodálatos a figura, tehát megmondom nektek őszintén, hogy mindenhol racsnis ízület van a figurába. Oké, okay, nem lehet mindenhol teljesen körbe forgatni, mert itt is megütközik a szárnya, de annyira masszíva meg van csinálva a figura, hogy tényleg, tehát jó, jó eltalálták. Látjátok, válba, könnyékbe, dupla hajtásos racsnis ízület, Uh, hát ami ez, 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 nagyon nagyon tetszett, hogy az a fegyverjuk a tenyerén, ugye mozgathatóak az ujjai, és hogy kinyitjuk a figurának, eltűnik a tenyeréből, innen a lyuk behúzódik. Tehát ki lehet nyit, nyitni a ujjait. Igaz, egybe lehet csak mozgatni, de nekem ez is bőven elég. És amit látjátok, becsukom, előjön. Nagyon-nagyon ott van a szerem. Szerintem ennyi új mozgatás egyébként bőven elég, tehát nem kell külön-külön mozgatni az ujjakat, mert általában attól ilyen nevetségesen szoktak állni a figurának sokszor az ujjait. Hát a spárga az hibátlanul megy neki. Így mondjuk érdekes, hogy ide nem kapott rasnit a figura. Mert máshol egyébként meg mindenhol van. Már így megint csak van neki. Térbe is. Van egy elég erős boka. Amit így be is lehet ugye akasztani. Illetve illetve hát annyi van, hogy ö, derékba nem lehet körbetekerni a figurát, ez ugye az valószínűleg backpack is az oka neki, de engem megmondom őszintén, hogy ez már nem is szavart ennél a figuránál. A lényeg az, hogy jól egybe van, a lényeg az, hogy játék szempontjából is egy tökéletes figura lehet, és gyűjtésre is. De akkor nézzük a fegyverzetét neki, mert szerintem megmozgattuk. Én -e még annyit lehet, hogy itt ezt a kis paneleket, de ennek még igazából már csak a páncélrögzítése miatt lesz neki szerepe, de még ezt ki lehet nyitni. De itt most még egyelőre nincs. Nos, a fegyverzetet akkor először úgy mutatom megtek, hogy lehet neki egy olyat csinálni, hogy ide magát, ezt így, ahogy van, ezt a kis segédhajóját, ennek a rögzítő kiállásnak a segítségével akár ide föltenni, mint egy pajzsot. És akkor ugye mehet neki a másik kezére a kard. A kardon egyébként ennek a kettő kis lyuknak is van szerepe, mégpedig azért, mert uh, Jetfire-nek itt a karján van egy ilyen siege rögzítési pont. Ugye mondtam, hogy ezekből rengeteg van az effekt pont, és abba beleakad ez, és az ott nem engedi elmozdulni a kardot. És akkor lesz lenne az első uh, fegyver beállás, amit így mutatnék, vagy fegyver felszerelési lehetőséget mutatnék nektek. A kard és pajzs, tök alap, teljesen jó leszáll a harcba, tudja védeni a lövéseket a kardal meg ugye gyilkolni. Ugye mondtam, hogy a kard az nem tartozik a figurához, az külön megvásárolható. És akkor nézzük most ezt a kis segédhajót, hogyha nem pajzsként akarjuk használni, hanem maga a figuráról leszedni, és ténylegesen felhasználni arra, ami a páncélzat lenne. Pontosabban fogalmazva, hogy ugye az ami amivel alakul. Hát itt az egészet szétszedjük, azzal kezdjük, hogy leszedjük ezt a kettő fegyvert, ami lényegében egy kisebb és egy nagyobb rakéta. Itt ezt tudjuk azzal variálni, hogy még rárakunk egy effektet ide a rakéta hátuljára, esetleg ezen kívül az elejére is lehet rakni neki, hogyha azt akarjuk, hogy lőjön vele. És itt található rajta, ez a világ csatlakozott, itt meg egy fogadójuk. Ennél szintén rá tudjuk rakni az effekteket, de itt azzal annyit még tudunk variálni, hogy kivesszük belőle. Így. És akkor akár, mintha csak egy kisebb lőfegyver, hasonló, mint csatárnak a vállágyúja. Tehát így a működésére így úgy is használható. Ezekből van kettő-kettő. És van nekünk még továbbá, itt, hogyha megfordítjuk, ki tudjuk akasztani innen ezt a kettő darab fegyvert. Hát tényleg egy dupla csövű sugárvető, ami űrhajóként is felszerelhető rá, ugye külön, ahogy mondtam nektek. Nagyon szépen meg vannak csinálva, itt is a fekete lila fényezés, és akkor ez a titán szürke, ami kimondottan tetszik nekem. Effektet természetesen, mondom, természetesen lehet belecsatlakoztatni csak valamelyikbe jobban, valamelyikbe kevésbé szorul, alul pedig itt van neki kettő darab csatlakozási kiállás, így belülről kicsit üreges. Jó, tehát ugye mondtam nektek, hogy ebből is kettő van. És akkor, na most itt van egy ilyen trükk, hogy ez gyárilag itt nincs benne. Ez ugye a másik kit, ez a rádió kit neki lényegében, vagy hogyha úgy tetszik, akkor antennak itt, ugye ennek hivatalosan nincs itt helye, hiszen ez nem hivatalosan megvásárolható, külön vásárolható meg. Én ide találtam ki, ez egy lehetőség neki, szerintem tökéletesen beleépül, és ugye amíg ezek ott voltak a helyükön, addig tartották is így oldalról, tehát itt arra kell figyelni, hogy ez itt ide oda férjen, ha esetleg ti is megveszitek hozzá ezt az antennát. És ez így be is biztosítsa, hogyha mind a két oldalt ott van, hogy ne lötyögjön, tehát teljes mértékben olyan, mint oda tervezték volna. És ha viszont a fegyvert, magát, akkor már maga az antenna is szabadon lesz. És itt lenne ez a fegyver, ami baromi jól néz ki, nagyon-nagyon jól idézi Jetfire-nek a dupla csövőről, mi a nevét lőfegyverét, amit ha akarunk, egyébként ketté is tudunk szedni, mégpedig így, és akkor lesz neki belőle kettő puska. Na most, hogyha akarjuk, akkor ezt űrhajóként is fölrakhatjuk neki a szárnyára alulra. Sőt, gondolom azért találták ki, csak ilyenkor ezt érdemes átfordítani, ezt így, mert így lesz neki a markolata. De nagyon-nagyon ellettek, találva, hangulatosak, és hogyha így visszaállítjuk, akkor itt már középre kerül a markolat, ennek igazából az lenne a szerepe. Csak ne felejtsük el ezt is itt becsukni ilyenkor. Így. És akkor itt van a antenna, légy is a kommunikáció felelős, ugye ez a Matrix workshop készítette, és, és, szokásos minőséget hozza, nagyon klassz, nagyon jól néz ki, és mindenképpen szeretem illik a figurához, érdekes, hogy elspórolták. És akkor van még nekünk a belsőjébe a maszk, amit hát így körömmel kiakaszhatunk, de ennél kicsit vagányabb, hogyha magát a maszkot megnyomjuk itt hátul, jobb napokon, így, Hopp. Hát ez már annyira vagány volt, hogy gyakorlatilag átrepült a kamera alatt. De itt lenne maga a maszk, ami ide volt, csak nem úszom meg. Így ide volt beillesztve. Csak egy kicsit túl erősen nyomtam neki. És hibátom, benne van. Nagyon nagy ötlet a szerintem, hogy itt van neki a maszkja is. Klassz. Na, akkor kész, a, az egész fegyverzet, pakoljuk föl rá. A fegyverzet fölpakolását a melkospáncia fogjuk, fogjuk, kezdeni, amit úgy kell, hogy kihajtjuk ezt a kettő rögzítő fület, egyik és másik, így, és akkor már annyi a dolgunk csak, hogy ezzel a kettő darab fogadójukkal, amit itt látható a páncél belsején, felrakjuk a figurára, és már van is neki melkas Na most ez így néznek egy tündérmesébe, megmondom nektek őszintén, de gyakorlatilag ez a legnehezebb része a figurának, hogy ezt a páncélt úgy felilleszteni rá, hogy tényleg oda akadjon be, ahova kell. E, valamikor egyből sikerül, valamikor hosszabb időt tud igény időbe venni. Hát egy kicsit így játszogatni kell vele. Ha most ez a jó, egyik fele már oda rögzül, a másik fele meg nem. Tehát ez egy külön élvezet. De valamikor elég gyorsan sikerül. Hát most nem vagyok teljes mértékben elégedett, ha oda van rögzítve, akkor viszont nagyon ott van a szerem. Jó, tételezzük fel, hogy oké, ott van ahol kell. És még Jetfire-nek picit betakarja itt az állát is. Na most ezeken is megvan a rengeteg ugye siege jellemzőkre vonatkozó effekt csatlakozási pont, tehát így a melkos páncéljára is jutott bőven. Hát tényleg a kezére is jutott a figurának, most ezen mindegyiken nem fog itt is, itt is végigmenni nektek, mert fölérten egy ilyen találd meg Valdót játékkal, hogy most találd meg az összes effekt csatlakozási pontot. Akkor szerintem jöhet a maszk, amit egyszerűen csak ide, az magától szinte odaélik, és ebben kicsit följebb hajtjuk a fejét. És... Voilà így azért kicsit durvábban néz ki. És hát nagyon tetszik, hogy ennél is, mint a másik két Jetfire-nél is, amit mutattam nektek, de itt tényleg látszik a szeme neki a plexin keresztül. Azoknál is, csak ott kamerán keresztül nem jön át. Tehát, hogy ott van a szeme, ahol a szemkivágás van. Ez nagyon-nagyon igényes. Tényleg olyan, hogy látsz, keresztül lehet rajta látni, még így távolabbról is. Nos, hogyha ez megvan, akkor jöhet neki a Matrix workshop kis antenna amit lényegében ezzel a kettő darab, mutatom, itt van mind a két oldalt egy ilyen kis kiálló tüske, olyan, amit ide tervezte volna a házró, mert itt tényleg itt van neki a fogadó rész, tehát maga a lehetőséget megcsinálták, de mégis már az antennát nem. És teljes mértékben, hogyha sikerül jól felrakni, akkor, akkor beakad, és általában akkor hibátlanul ott van. Csak ezt is úgy jó nézni, hogy kicsit így fölülről. Ugye ez ilyen lilás színű, de hát nagyon illik a figurához, mert ugye maga a figura feje fekete, tehát szerintem ehhez nem szabad lila, fekete antennát venni, ez lilát kell benne. Nos, akkor most már így néz ki a feje, hát nagyon-nagyon durva. Én úgy gondolom. És akkor jöhet neki a fegyverzete többi része, ami akár lehet úgy, hogy ide a szárnyára ezt, a másik szárnyára pedig ezt a rakétát, fordítok rajta egyet, és ezeket pedig, de több helyre is lehet variálni, tehát lehet a lábára, uh, én most az egyik gondolatot, az egyik lehetőséget mutatom be nektek, aztán ti eldöntitek, hogy mit választotok, és akkor itt van neki még uh, ez a karjára rakható dupla csövű ágyú, most, most jön ki az, amit mondtam nektek, hogy ebből a karból létezik olyan is, hogy van rajta itt még egy fogadó, egy, egy, rögzítő kiállás. Ami ugye azért klassz, mert akkor rá lehet úgy, hogy ezt felrakjuk az alkarjára, ez pedig így ide, és akkor úgy meg lehet oldani. Itt sajnos most ennél nem, tehát itt vagy azt a pengét rakom föl neki a karjára, ami ugye a amit az interneten találtam, vagy pedig ezt a fegyvert. Hát ha így úgy döntünk, hogy a kardot, akkor a magát a lőfegyvert, meg lehet rakni neki ide a lábára akár. Így valahogy. És akkor van maradt még nekünk ez a kettő, vagy összerakott dupla csövű puska, amit akár ide a kezébe is bele lehet tenni. Csak egy kicsit elfordul, így. Amit egyébként hibátlanul elbír, tehát uh, szerencsére nincs vele olyan probléma, mint nagyon sok figuránál, főleg jó tudom, ez a kombinátoroknál szokott lenni, de hogy uh, nem bírja el a figura a saját fegyverét, tehát ő teljes mértékben, bírja hála a rasnis És nagyon-nagyon jól néz ki. És akkor még a gondoljuk, felrakhatjuk rá a effekteket is, ugye miért ne tennénk fölrá rá, hiszen odavalóak és tényleg nagyon jól néznek ki ezek a kékek, tehát uh, szerintem jól álltak találva. Hát így mondjuk nem sokat mutat, akkor így. Így van, amit fogtok belőle is látni. Hát igen, nagy, nagy nagyon nagy figura, nagyon magas lett, uh, nincs ezzel baj, bár én szerintem arányaiban nézve, ha a siege mesét nézzük, akkor ő túl nagy ahhoz képest. A G1-es képest tökéletes méretre, de akkor jöjjön az összehasonlítás. Akkor kezdésképpen itt van a Generation Jetfire mellé, amit már korábbi videóban bemutattam nektek. Hát ez se volt egy kis figura, de ez már tényleg akkora, mint egy kombinátor, tehát mint egy óriás robot. Nézzük meg akkor hozzá a klasszikus Jetfire-t. Aki már még kisebb, mint az előző, de hát ugye ettől följön, ez nem egy kis figura, ez egy nagy figura, ugye, nem mindegy, nem mindegy, tehát mind a kettő egyébként szerintem jó választás, mind a kettő nagyon jó ki lett dolgozva. Akárcsak a többi Shutterglass-os figura, akikből jelenleg ennyi Autobot készült, tehát a, itt a teljes Shutterglass Autobot csapat, amit ö, ugye mostanában kiadtak ebben az, ebben az időszakban, ebben a szériában. Ugye Optimus, Jetfire, Ratchet, Goldwag, és Blur. Aztán ugye nem sokára még érkeznek hozzájuk, de jól néz ki, jól néz ki ez a kis különmitmény, ez a kis csapat. Durván néznek ki, ugye főleg ezek a kittek is rájuk dobnak azért valamit. De itt van még akkor mellé a Shattered Glass Star Scream, ugye aki a legjobb barátja neki. Hát ők így mutatnak egyet, hát igen, lényegesebben nagyobb a Jetfire. Érdekes egyébként mind a kettem, tudósok, és akkor még itt lenne a utolsó Shattered Glassos figura. Akit az előbb még nem pakoltam rá, ugye Megatron, a Shattered Megatron. Ők mind a hárman légierművé változnak, ugye űrhajóvá változnak. Jó, jól néznek ki, hát főleg Starscream ezzel a kittel, ez így megint csak szerintem nagyon jó dobott rajta. De ennyit az összehasonlításról, és akkor ide, hogy összefoglaljam nektek a véleményemet. De előtte még mellétezek nektek egy humánt is, így viszonyításképpen, hogy egy ember körülbelül ekkora Jetfire-höz képest. Na! összességében nézve, hát én úgy érzem, hogy ez egy kompromisszummentes figura, szerintem nagyon jól lehet, nagyon jól áll pontosabban rögtűznek ez a fekete fényezés ezek a zöld betétekkel, gyűjtőknek kötelező, játékra is tökéletes, hát az ára az olyan 50 és 80 ezer forint között mozog, úgyhogy érdemes nagyon alaposan körülnézni, mielőtt még megvásárolnánk. Nos, akkor nézzük, mit élik tudna a Shaptad glass ről tehát akkor frakció, autó volt, rendeltetése, tudós, későbbiekben már légi harcos. Nézzük a jetfire a történetét. A háború kezdete előtt röptűz tudós társában és egyben legjobb barátjával, Starscream-mel a titánok maradványait kutatta és próbálta megfejteni azoknak a titkait. Barátságuk akkor szakadt meg, amikor kitört a háború és oldal kellett választaniuk még Starscream Megatron támogatta, addig Röptűz az autóbotok ö, táborát erősítette. Csinált magának egy különleges páncélt, és ö, Optimus első számú légi harcosa lett, miután ő és Starscream egyébként ö, légi harcosok, így a háború alatt rengetegszer összecsaptak, csatározásuk csak akkor ért véget, amikor Goldbug megölte starscream Starscreamot. Röptűz ekkor rádöbbent, hogy nem a legnagyobb ellenségétől szabadult meg, hanem a leg, legjobb barátját vesztette el, Ezután Megatron megkérte, hogy csatlakozzon az autobotokhoz, a barátja emlékéhez, vagy az álcákhoz, a barátja emlékére, és, mert hogy ez a helyes, amit rögtön fontolóra is vett, de hogy hogy döntött, az még nem derült ki. Nos, ezzel végére is értünk ennek a videómnak, ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, like megtisztelnétek, a feliratkoznátok, köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!